Köszöntöm a Fonyód televízió nézőit, és tisztelettel köszöntöm Hidvég Józsefet, Fonyód város polgármesterét. Köszöntöm a tévénézőket. Ismét aktuális témákról fogunk beszélgetni. Jelen pillanatban a Fonyódi Panoráma strandon vagyunk, és annak is a strandfocipálya mögötti területén, egy ilyen árnyékos területen, ahol látható, hogy elkészült az a szabadtéri kondipark, amiről már többször beszéltünk, akkor még csak tervformájában. Ez azonban idén nyáron, itt augusztus közepére meg is valósult. 6 elemet láthatunk, és még egy pingpongasztalt is. Ezzel is tovább fejlődött a strand, és további szolgáltatások kerültek ide, és ha jól tudom, még ezzel sincs vége a fejlesztéseknek. Igyekszünk minél több szolgáltatást nyújtani azoknak, akik ide látogatnak. Elsősorban ugye a gyerekeket céloztuk meg a három gyerek játszótérrel, ugye a homokos, a vizes homokos, egy ilyen pancsolós, és a vizes élmény játszótér mellett. Idén oda került a Bibites élménypark a nagyobb gyerekeknek és a kisebb gyerekeknek is, és itt már egy szolgáltatást a felnőtteknek is adtunk, hiszen két röplabdapálya vagy fejelőpálya is került a vízre, és ez a szolgáltatás, ez tovább bővül a felnőttek számára ezzel a fitness parkkal, ami azt jelenti, hogy nem csak egy ilyen fekvő, pihenős élményt biztosítunk nekik, hanem egy mozgási lehetőséget is. A pingpongasztalt nagyon sokan igénybe veszik, ezek most lettek letelepítve, szerintem sokan még föl sem fedezték, illetve tervezünk ide, és várhatóan a szezon végére meg is érkezik egy tékból pálya, ami szintén egy új labdarúgót, tengópálya helyett kisebb helyen fér el, mivel itt a strandon nincs helye már tengópályának, tehát nem fér el, ezért valószínűleg egy vagy kettő tékból pályát fogunk ide helyezni. Meglátjuk, hogy mennyire veszik igénybe, ha nagyon népszerű lesz, akkor jövőre még egyet hozzáteszünk, de várhatóan egy hét múlva megérkezik a szezon végére ugyan, de megérkezik a tékból pálya is. Ezzel tényleg a felnőtteknek, a gyerekeknek, a kisebb és egészen pici gyerekkortól a felnőtteknek is adunk szolgáltatást ezen a strandon, ezzel is ide csábítva még több turistát. Egészen más téma, de rendkívül érdekes. Értesüléseink szerint a Fonyódi Önkormányzat kapott arról értesítést, hogy hiánypótolnia kellene a Fonyódi IKST házzal kapcsolatban, az integrált közösségi szolgáltatótér vagy integrált közösségi tér, és tekintettel arra, hogy nekünk van egy kulturális központunk, hogyan lehetséges, hogy ilyen felkérést vagy információt kapott az önkormányzat? Egyáltalán igaz-e ez, hogy lenne Fonyódon IKST ház? Igen, hát mi is meglepődtünk rajta, hogy számon kértek az önkormányzattól az IKST-nek az éves beszámolóit, mert hogy nem kerültek beküldésre a 16 évi beszámolók, ami a pályázathoz kötelező lett volna, és elkezdtünk nyomozni, hogy egyáltalán mi közünk lenne ehhez, és akkor derült ki, hogy a Blahó Lujza utca 4-ben lévő, úgymond Kolman Gergely volt képviselőtársunkhoz köthető ZRT-nek az IKST pályázatát keresik rajtunk. Igazából meglepődtünk, hiszen mi úgy tudtuk, hogy valamikor ez egy líder központnak épült, és nem IKST-nek. Ugye az integrált közösségi tér címszó alatt tulajdonképpen úgy kéne fönntartaniuk ezt az épületet, hogy oda bárki bármikor bemehessen, és egy akár fiataloknak, akár időseknek valami szolgáltató ház jelleggel működjön. Mi jeleztük, hogy az önkormányzatnak ilyen pályázata nincs, mi csak meglepődtünk rajta, hogy az egy IKST-nek, egy integrált közösségi szolgáltató térnek épült az épület, hát nem azt a célt szolgálja. Augusztus 12-ére volt tervezve az idei Balaton átevezés, amit már 7-szer megrendeztek korábban, de idén a Magyar Kajakkenu Szövetség rendezte volna, de azért kell feltételes módban beszélnünk erről, hiszen a rossz idő miatt, elsősorban a nagy szél, erős szél miatt nem tette lehetővé a szervezők szerint az időjárás, hogy ezt megtartsák, és ezért el lett halasztva, tehát nem teljesen elmaradt, hanem a tervek szerint ezt be fogják pótolni, és hát végül is már azt is lehet tudni, hogy ez talán szeptember 9-én lenne. Mit várhatunk, akkor még lesz-e ekkora érdeklődés, mint amit most előre jeleztek? Hát igen, amikor valami túl nagy verseny lesz, akkor túl nagy előkészületeket kíván.
hiszen addig, amíg csak az Egyesület szervezte ezt az átevezést, akkor egyszerűen azt lehetett mondani, tudva az időjárást, hogy mondjuk 12-ére meghirdetjük, és 19-e első nap. Én nekem most is ez volt a javaslatom, hogy 12-ére volt kiírva a verseny, ne 13-án legyen az első nap, hiszen egy nap eltérése nem nagyon változhat akkor át az időjárás, sőt, ha rossz idő van, akkor nagy valószínűséggel több napon keresztül rossz idő van, hanem 19-ére tegyük az első napot, azonban a szervezők mégis így döntöttek, és ilyenkor már nem lehet egy héttel későbbre meghirdetni, hiszen az engedélyeket, egyebeket újra kell indítani, ezért csak szeptember 9-ére tudták legkorábbra megszervezni ezt az átevezést. Reménykedünk benne, hogy nagyon jó idő lesz, és akkor annak ellenére, hogy már szezonon kívül leszünk, azért a hétvégén akkor újabb turistákat tudunk ide csalni Fonyódra. Az időjárás ellenére megtartották viszont a BMW találkozót és a Rock Balatont is. A Rock közönségét egyáltalán nem zavarta sem a szél, sem a minimális eső, ami végül is az esemény alatt azért esett is. Milyen visszhangjai jutottak el az önkormányzathoz ennek a fesztiválnak, amiről viszont azt gondolom elmondhatjuk, hogy a legnagyobb, amit Fonyódra rendeznek az elmúlt időszakban? Hát sajnos a BMW találkozóról nem volt a legjobb hírünk, ott nagyon sokan reklamáltak a hang és a zaj miatt. Erről sajnos nem volt tudomásunk sem, tényleg az utolsó napokban tudtuk meg, hogy lesz egy BMW találkozó. Teljesen a kemping keretén belül lett szervezve, még az önkormányzatnak az sem lett bejelentve, hogy késő éjszakáig lesz zenés rendezvény. Ebből kifolyólag nem is tudtunk róla, hogy a szokásostól eltérően mondjuk éjféltől hajnali 2-3-ig szólt a zene. Ebből kifolyólag kaptunk már utána lévő napokban jelzéseket. Erre talán jobban oda kell a szervezőknek is figyelni, hogy azért ilyeneket illik bejelenteni, és a szokásostól eltérő, tehát éjfél utáni hangos zeneszolgáltatás miatt azért engedélyt kellett volna kérni a jegyzőtől, ez sajnos nem történt meg. A kemping üzemeltetőnek ezért írtunk is egy levelet, és felszívtuk a figyelmét, hogy a későbbiekben az ilyen rendezvényekért ő a felelős, hiába nem ő szervezi, hiszen az ő területén történik, ezért kérjük, hogy ezeket az információkat juttassa el az önkormányzathoz is. A Rock Balatonról nem érkeztek negatív jelzések, tulajdonképpen éjfélre minden koncertnek vége volt, 12:30 és 12 óra között vége volt a koncerteknek, szerintem nagyon sokan voltak és nagyon jól érezték magukat, egyik nap én is lelátogattam, és tényleg rengeteg ember volt, és a szervezők is azt mondták, hogy sokkal többen voltak, mint a tavalyi évben, és egyre jobb a Rock Balatonnak a megítélése az internetes oldalakon is. Azt gondolom, hogy ez szépen kinőtte magát az elmúlt 5-6-7 évben ez a rendezvény, és egy nagyon jó közönsége van. Ugye mindenki fél a rockerektől, de ne felejtsük el, hogy a rockerek az én korosztályom, tehát az 50-es, 60-as évek, illetve nyilván még sokan vannak a fiatalok közül is, akik szeretik ezt a rockzenét, de igazából ez a közönség egy kultúrált közönség, még csak panaszt sem mondhatok, hogy nagyon sok szemét volt, vagy botrány volt, tehát annak ellenére, hogy mindenkinek más a rockerekről a véleménye, én azt gondolom, hogy egy nagyon kulturált közönség, és nagyon kulturáltan viselkedtek, és simán lezajlott a Rock Balaton mindenki örömére. Lesznek még rendezvények ezen a nyáron, ilyen lesz a Szent István napok a nemzeti ünnep kapcsán, amit minden évben természetesen megtartunk, és az önkormányzat egyik legfontosabb rendezvénye, és lesz még egy harcsa fesztivál is augusztusban. Sőt, ha jól tudom, a kutyásoknak is próbálnak kedvezni egy újabb rendezvénnyel, és itt merül fel a kérdés, hogyha vannak még ilyen hétvégi rendezvények, mennyire lehet figyelembe venni az időjárást, hogyha esetleg megint közbeszólna? Hát azt tudjuk, hogy az időjárással mindig számolni kell, az időjárás rossz időjárással mindig számolni kell, néha meleggel is, de azt gondolom, hogy ezek a szabadtéri rendezvények, ezek ilyenek mindenhol, főleg a Balatonon, ehhez mindenki hozzászokott, mint ahogy említetted, a Rock Balaton közönségét egyáltalán nem zavarta a szél és a kisebb esőzések, ők ugyanúgy ott maradtak a koncerteken. Sajnos ezt is tudomásul kell vennünk, hogy
rossz időt jósolnak augusztus 20-ára vasárnapra. Péntek-szombati rendezvényeink úgy gondolom, hogy simán lezajlanak, hiszen jól fog, jó időjárás lesz. Vasárnapra azonban viharos szeles időt jósolnak, és ha ez beválik, akkor annyiban változtatunk a programokon, hogy nem a Szent István téri, vagy Szent István utcai kápolnában lesz a mise, hanem fönt a nagy templomban, hiszen oda szinte mindenki befér. Ha viharos, esős idő lesz, akkor elmarad a felvonulás, és bizonyos programok is elmaradnak időjárás függvényében. Egyébként én azt gondolom, hogy a Jóisten megsegít bennünket annyiban, hogy marad minden a régiben, és ha lesz is kisebb szél, vagy kisebb vihar, a rendezvényeket meg tudjuk tartani. Utána a hétvégén pedig a Harcsa Fesztivál, és ha jól tudom, ugyanezen a hétvégénre van tervezve ez a bizonyos igen. kutyás rendezvény. Igen, ezt elfelejtettem mondani, igen, hogy tulajdonképpen annyira sikeres volt a Dog Beach Fesztivál, hogy jelenleg a büfét üzemeltető Bezerics Dani úgy gondolta, hogy az augusztus 20-ai negatív élmény, ami a kutyákat éri, ugye a tűzi játéktól mindegyik fél és problémás, egy ilyen pihentető hétvégét szervez még a kutyáknak, és ennek kapcsán, illetve a kutyás gazdiknak meghirdetett egy újabb hétvégi programot, kifejezetten a kutyás strandra. Oda szerveznek kereskedőket, programokat, állatorvost, bemutatókat és egyéb ilyen programokkal szórakoztatják még a kutyákat és a kutyás gazdákat. Reméljük, hogy ez is egy sikeres rendezvény lesz, és hát ennek nem kiegészítése, hanem főprogramja. Lenne még a Harcsa Fesztivál, aminek tavaly nagyon nagy sikere volt, sokan szeretik a harcsát, és reméljük, hogy a Harcsa Fesztiválunknak is nagy sikere lesz. És hát rá két hétre lesz az átevezés, ha jó idő lesz, és utána ne felejtsük el, hogy a Fonyódiaknak pedig levezetésként október első hétvégéjén lesz a tök jó nap, ami nem csak Fonyódiaknak, de főként a Fonyódiaknak szól. Polgármester úr, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek.